Tengermély tiszteletem, kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves nézőim, kedves rokonaim, kedves humanoid, emberi lények, én Oszkár vagyok, és ez itt a Duke Nukem 3D végigjátszásomnak a következő része, 23. a epizode 3, M10 vagyunk, a Teardrops, az a cím ennek a pályának, tehát ugye könycseppek, és nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy én ismerem-e ezt a pályát. Azt hiszem, hogy ide én még nem jutottam el az eredeti annó 96-os, 7-es végigjátszásomnál, mármint amit ugye magamnak játszottam. Jó, fagyasztóval menjünk, nem tudom mi vár rám most ezen a pályán. Bár általában ezek a titkos pályák ilyen kicsit furcsa felépítésűek. Ezek a lézerlövések meglepően pontosak egyébként. Aha. Jó, eddig minden oké. Relatíve. Mik ezek itt? Jújjúj, ide nem akarok beesni egyelőre. Ezt a zenét se hallottam még soha a büdös életben. Komolyan, annyira jó, hogy végigjátszást csinálok erről a játékról. Úristen! Úristen! Amíg lehet, addig pisztolyt használok. Aztán gondolom, hogy majd jönnek nehezebb ellenfelek is. A pisztolylőszeredet ad csak ide. Furcsa, hogy lézerfegyvert használnak, ilyen sugárfegyvert, és pisztolylőszert dobnak el. Azért ez durva. Jó, mindjárt megnézzük ezeket a lyukakat itt, de még azért menjünk tovább. Van itt egy ilyen, hogy béta, gamma. Na mindegy, hát maradjunk akkor, hogy maradjunk itt először, nem? Nézzük meg az alfát akkor, az egyest. Ó! Négy darab titkos hely van ezen a pályán összesen. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy megtalálom éje. Ujj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 
Jaj, ne azt a taknyot lőjed. Van itt háború. Hát igen. Szelektálja őket ki az Isten, a jó Isten. És hát ugye ezek most mi vagyunk. Végül is mi szelektáljuk őket ki, felepele. Természetes kiválogatódás. Jó, legalább a lőszerrel nem fukarkodnak ezen a pályán. Tulajdonképpen majdnem maxon vagyunk megint. Fincsiségekkel van tele ez a pálya. Szeretjük. Nos, ezekről a lyukakról még mindig nem tudom, hogy what the fuck. Majd megnézzük őket, de menjünk akkor tovább a Delta irányába. Nagyszerű. Ejjjaj. Hát itt ezeket sörétessel fogom szerintem jobb belátásra téríteni. Hú, használtam én már ezt a kifejező eszközt? Jobb belátásra téríteni. Kulturálódjunk. Kulturálás ügyileg. Ebből a fajta ellenségből mini boss nem raktak be a készítők, pedig jó lenne időnként egy ilyen nagy Octobrain-t kipurcantani, nem? Jesszus. Jesszus Pepi. Run and gun!
I'm the main mine run and gunner person. Hú, most elkezdtem pólókat készíteni egyébként, tervezni. Ha majd már kész leszek néhánnyal, akkor lesz róla videó, aztán lehet rendelni, meg minden. Csújcs! Sörétes ügyileg! Mit szóltatok a tegnapi Grandia áradathoz? 6 vagy 7 részt raktam fel egyszerre. Durva volt, mi? Na hát itt úgy látszik csak ennyi volt, és itt is vannak ugyanilyen lyukak. Érdekes. Gamma. Jetpack. Várj csak, itt egy repedést láttam. Az a vicces egyébként, hogy sokszor, vagy hát néha, amikor visszanézem a videóimat, akkor utólag én is úgy meglátom a titkos helyeket, meg amit úgy kihagytam menet közben, csak miközben pofázik az ember, nem annyira hozható össze arra, hogy mindent észrevegyél. Találkozunk a pokolban, köcs! Ajjaj, itt miniboss a láthatáron lesz szerintem. Rászaborítom a feneketekre a középkort. Jaj, nem akarok miniboszt. Nem akarok miniboszt. Come get some! Suck it down. Aha. Yo, out! That's it. Ez mi? Jó, mi az ott? Technológiaiba. Build engine-ben. Oké, most ezt kinyitom, szerintem rám fognak támadni. Igen, jól gondoltam. Áááá! Végül is annyi izé van ott életerő, hogy nyugodtan bemehetek én így is akár. Terminátor módjára. Hogyne. Zsír, zsír király, na de várjam még mielőtt elhagynánk ezt a pályát. Nézzük már meg, hogy mik ezek a lyukak itt, most már kíváncsi vagyok. Aha, tehát ezek ilyen kis mini teleport rendszerek. Érdekes. Teleportálással kísérleteztek itt. Aha, tehát akkor ennek különösebben nem sok jelentősége van. Habár lehet, hogy az nem mindegy, hogy milyen sorrendben megyek be rajtuk. Hát mindegy, most ezzel nem fogok már itt kísérletezni, mert életerőt is veszítek közben. Szerintem akkor az lesz, hogy ennyi volt ez a pálya, hát titkos helyet azt nem találtunk, szégyellem is magam miatt, de nem is ismertem ezt a pályát, szóval tulajdonképpen nem olyan nagy szégyen. És akkor elméletileg most az epizód 3L6-ra, vagyis hát M6-ra fogunk tovább haladni, ami nincs referencia, de akkor tegyük is ezt meg. Igen, Rabbit Transit, ez egy ilyen vonatozós metrós pálya lesz, föld alatti metróval fogunk közlekedni. Hát ez egy rövid rész volt, én megköszönöm a figyelmet, Oscar voltam, hogyha tetszett a videó, akkor továbbra is lájkolhatjátok, megoszthatjátok Facebookon, Twitteren, feliratkozhattok a csatornámra, aztán az erő legyen veletek, és egyetek sok bablevest. Hello!